Fogyasztói igény alapján a szolgáltató bármikor bekapcsolhatja a fűtést a lakásokban. Az elmúlt napok időjárásának köszönhetően ezt már többen meg is tették Nyíregyházán. A hideg őszi napok ellenére sincs azonban automatikus bekapcsolás. Mindenkinek jelezni kell, ha fűtést szeretne. Hiába indult el a szezon hivatalosan szeptember 15-én. Ettől az időponttól kezdve állunk a fogyasztók rendelkezésére a fűtési szolgáltatással. Karbantartásaink befejeződtek, felújítási munkálataink, és hát a fogyasztóink élnek is vele, ahogy csökken a külső hőmérséklet, hiszen az elmúlt napokban már ilyen 13-14 fokos átlag hőmérsékletek voltak. Ilyenkor a fogyasztók megrendelik tőlünk, a fogyasztók képviselői megrendelik tőlünk a fűtést, szolgáltatást. Ezt a szolgáltatást megrendelhetik különböző módon, de mindenképpen írásban, illetve különböző helyszíneken, leadhatják ügyfélszolgálatunkhoz, eljuttathatják hozzánk e-mailben, illetve a telefaxon. Hétfőn 14 fok volt az átlag hőmérséklet, így kedreggel már 4500 lakásban fűtöttek a mintegy 16000-ből, illetve 25 közintézményben is. Ezek főleg óvodák és iskolák. A Nyírtávhőnél néhány felújítás is történt az elmúlt időszakban. Tavaly nyáron beüzemeltünk új belvárosi nagyobb fogyasztókat, intézményeket, illetve ők is most már ezt élvezik, ennek az áldásos hatását, ugye ő távhőszolgáltatással látjuk el. Az idén ugye karbantartások történtek, belvárosban voltak komolyabb vezetékcserék, de ezeket kellő időben elvégeztük, úgyhogy várjuk a telet, és hát állunk a fogyasztóink rendelkezésére. A szolgáltatónál akár napokra is lemondható a fűtés, Jó László hozzátette. Már idén is volt olyan fogyasztó, aki a melegebb napokra visszamondta a szolgáltatást.